Sziasztok, itt vagyunk a Szigeten, és hát a kártel. Igen. Itt vagy... Igen. Na, akkor bejelentkezés jöhet. Jól van, én mutatom, hogy hogy kell kisétálni például a Márton. Hát ezzel a rózsaszín alsógat. Igen, férfi. Mi sem mondta, hogy így kell kijönni. Mi újság veletek, fiúk, hogy éreztétek ma magatokat ezen a fergeteges koncerten? Fantasztikusan éreztük magunkat. Nagyon jó. Igen, nagyon jól éreztük magunkat, tehát 3:30-kor nem lehet megváltani a világot, mint ahogy ez látszott is a közönség állapotán, meg a mennyiségén, de azért mi szerintem kitettünk magunkért. Nem olyan könnyű délután 3:30-kor felhúzni az embereket olyan szintre, amikor már sötétedik, és tényleg mindenki be van bassízva, és akkor tolnak egy komoly buli. De mindegy, mi ilyenkor is tudunk, mint ahogy a Balatonszandus délután 4:00-kor, meg a Tokajhegyen délután 5:00-kor is csináltunk egy brutál bulit, ennyi. Nem gondoljátok úgy, hogy a külföldi fesztivál szervezésben azért sokkal rutinosabban működik, tehát ott mondjuk este 6-7 óra előtt nincsenek fellépők igazán. Én erre még nem hallottam, de jó ötletnek tűnik. Egyébként de tényleg jó ötlet. Jó ötlet, mert ez... Kutykurúgy fesztivál jelentünk reggel 10:00-kor. Nem, tényleg... Nem térnek észhez, szóval igazából délután még elkezdenek alapozni minden, és körülbelül ilyen 6 óra körül lesznek olyan merev állapotban az emberek, hogy akkor már érdemes zenélni. Azért a kemény magaz itt volt a rajongók közül. Ez teljes igaz, jó meglátás. A kemény magaz mindig ott van mindenhol. Ők így követnek titeket minden koncert helyszínre? Követnek, én már észrevettem, hogy követtek engem. Hát, köszönöm, hogy felfigyeltem erre, követtek engem. Atya úristen, megint itt vannak. Na hát új dalok is felcsendültek a régiek mellett. Mi újság van veletek a zenekarral? Készülnek az új szerzemények? Kész, új lemezt fogunk csinálni ősszel. Most szeptemberre van tervezve az, hogy stúdióba vonulunk. Itt ül velünk az egyik zeneszerző, aki egyben a zenekar gitárosa is, kettővel mellettem. Na hát akkor beszéljünk az új dalról, te voltál a szerzője. Mi volt az iklet forrása? Az iklet forrása buli volt. Csak ennyi. Bulizás. Aztán elmondtam mindent róla. Mi lesz ezután? Maradtok itt és egy kicsit lazultok, vagy? A barátaink itt, akik jöttek Amerikából haza, itt a Viszkis rabló barátunk is, Amros Attila. És aki hazajött Amerikába, őt is Amrus Attilának hívják, és itt van a Macó barátunk, aki rendkívül jól tudja fröccsözni a fröccsöt, meg a fényt, úgyhogy mindenképpen ide kiballagunk, és nem messze innen hullára fog írni magunkat ennyi. Ez jó terv, nem? Abszolút. Azért szegény Attilát eléggé bedobtátok a mélyvízömre, hogy mondtátok, hogy itt van, mindenki megrohanta őt egy fotóért. Mióta ismeritek őt, vagy hogy jött ez a barátság? A délután ismertük meg, most én egy 15 perccel ezelőtt. De előtte már így üzengettünk egymástak, tehát személyesen nem találkoztunk, de amikor ő benn volt abban az intézményben, ahonnan nem nagyon lehet kijönni, csak külön engedéllyel, akkor már üzengettünk egymástak. Ő tisztelte a mi munkásságunkat, mi meg az övét. Mert azért az nekünk legalábbis úgy jött le, hogy ti már azért régóta folytatódik egy beszélgetés. Mi lelkitársak már régen vagyunk. Fizikálisan most találkoztunk először. Na. És milyen fesztiválok várnak még rátok idén, vagy mi volt? Itt már azért a fesztivál nagy része lement, mindegyikkel játszottunk. Még van a szín, a Szeged Ifjúsági Napok, oda megyünk. Nem is tudom, mi van még. Budavári Sörfesztivál, ott is játszunk. Tehát ami van sörfesztivál, az nekünk az alapkérdés, hogy ott vagyunk. Zenésztársaitok panaszkodtak arra, hogy a Szigeten meg más fesztiválokon ugye sok általuk is kedvelt zenész kolléga nem kapott meghívást fellépésre. Ezt ti hogy látjátok? Van olyan, akit hiányoltok, vagy pedig... Figyelj, de mi is 3 évig nem játszottunk a Szigeten, tehát én ezt átérzem, hogy ők mire gondolnak, hogy van, amikor nem hívják meg az embert. Nagyon sok divatos zenekar van, és van egy csomó jó zenekar, ami éppen nem divatos, és akkor őket kevésbé foglalkoztatják. Ez egy ilyen dolog, ez egy ilyen szakma. Mindig képbe kell maradnod ahhoz, itt hogy... Itt a mágpálinka a világ legfinomabb itala, megkóstolod? Meg. Mágpálinka. És jó, hülye leszek tőle? Teljesen hülye leszel. Olyan, mint a heroin, de nagyon finom. Nagyon ezt kell mondjam, hogy geci. Igaz, hogy finom? Kemény. És akkor mégis 3 év után milyen apropóból kerestek? Azért, mert hogy a zenekarnak tényleg annyira föllassított a csillag, a hál' Istennek az idén,
már tavasszal éreztük azt, hogy jártunk klubokba, és egyre többen jöttek el, egyre nagyobb közönség előtt játszottunk, megálltak a lábán a saját szervezési koncertek, úgyhogy ez várható volt, hogy előbb-utóbb ez meg fog mutatkozni a fesztivál meghívásokban is. Most hál' Istennek egy olyan nyarat produkáltunk, ahol minden fesztiválon játszottunk, és a jövő nyarat még jobbra szeretnénk csinálni, még jobb időpontokban, még komolyabb színpadokon, de már volt olyan, ahol nagy színpadon voltunk rendesen este, de ahol még nem sikerült, ott még följebb szeretnénk kerülni. Hát nincs határa csillagos ég. Ezért gondolom, ez külön megtisztelő érzés, hogy a Petőfi színpadán játszhatunk. Abszolút, nagyon. Én nagyon örülök, és a Petőfi Rádió is nagyon kedves velünk, mert játssza az új dalt is. Abszolút foglalkoznak velünk, voltunk akusztik koncerten is benne a Petőfi Rádióban, úgyhogy ez tök jó dolog, hogy úgy érzem, hogy nem csak a zenekar, de a műfaj is magára talált. Mostanában az a helyzet, hogy maga a rap műfaj, ez a hardcore hip-hop, az ami eltűnt a 2000-es évek közepétől egy picit, nem létezett igazából műfaj. Most volt a Klassz FM, ugyanek ez a zenei igazgató, ez a fél hülye, szegény, ez az idióta barom. Ő sajnos, ő szellemi fogyatékos, és ő mondott butaságokat. Ez abszolút nem igaz, és nem csak rajtuk lehet lemérni, ott vannak a Majkáék, akinek 11 milliós letöltésük van, tehát ez a műfaj maga az él, és kell a gyerekeknek, és szeretik, úgyhogy szerintem érdemes csinálni, és mi be is feszültünk, és csináljuk nagyon. A Viva Kometen még említetted nekünk, hogy azért kicsit éreztétek, hogy undergroundba mentetek át, de akkor ez most már kezd feloldódni, és ismét. Az nem baj egyébként, mert mi abba is kezdtük. Tehát aztán utána a 90-es évek vége felé lett egy kicsit ilyen mainstream, hogy fölkaptak minket nagyon, és minden médiában mi folytunk. Nem biztos, hogy az jó dolog. Tehát ez nem baj, hogy egy kicsit visszamentünk undergroundba, most a helyünkön vagyunk kezelve, de viszont kurvány az érdeklődés rá, és hívnak ide-oda, tehát ez egy tök jó dolog. Most pont, szerintem most a helyén van a zenekar, és ha így folytatjuk, akkor ez egyre jobb lesz. Akkor mit üzensz a zenei igazgatóknak itt zárásképpen? A zenei igazgatóknak? Kössék meg szépen a nyakkendőjüket, és ügyesen üljenek az asztalhoz, és szépen egyenek, mert elveszem. Köszönöm szépen! Ha profi fotókat szeretnél, választ Kasszás Bencét. kasszásbence.hu objektívfotó.hu. Hogy mindig pontosak és divatosak legyünk, partnerünk divatórák webáruháza.hu. Kövess minket Facebookon is! Média partnerünk